a Wild 2-0-ra nyerte a mérkőzését, az első mérkőzését a nemzetközi csoportkörben, a Hop 2-1-re nyert az ő ellenfele ellen, úgyhogy bizakodóak vagyunk, hogy itt is egy 2-1-es végeredményt fogunk látni, szintén a Hoptól, akik megint késkört nyernek, és megint... Most BTM miért áll egy helyben? Egyébként nem érek, hogy már a késkör? Jó. Jó, meghalt szintenete. Meghalt a nete. Aki, az egyetlen ember, aki otthonról játszik... Az egyetlen ember, aki otthonról játszik, kifagy. Maradunk nyilván CT oldalon. De most már kezd elegem lenni nekem is ezekből a technikai hibákból. Ugye az e-sport is valamilyen szinten technikai sport. Csak ugye más technikai sportokban, hogyha tönkre megy alattad a gép, akkor kiesel. Itt nem esel, hanem igyekeznek megoldani. Hát eljöhet egyszer az a pont, amikor azt mondják, hogy ha saját cuccokkal játszol, akkor a te felelősséged megoldani mondjuk mint olyan 20 percen belül, vagy különben kiesel. De nyilván mindenki az e-sport fejlődését szeretné, és ez még jelenleg gátolná az e-sport fejlődést, ilyen nagyon kések. De hogy gátolja a Hopnak a győzelmét, a téknek a betörése. Á, Sightra, frag nélkül halunk meg. Mindannyian, konkrétan frag nélkül halunk meg végül. Tőlünk. Dezi... Oh, Erik. A Dezivel kikukkant, megint kinéz, akkor megint lehetne egy fejlövés. BZT kezében is kinyitnak a 5 second. Egy ember lenulloz. Miután előtt valakit. Dörszán Kozmin ez duplán lövi vissza. Áron a Dezivel kell egy kis segítség neki no fear-től. És ez a bomba le fog menni B-re. Tehát Kozmin nagyon nullos, erről biztos van info. Fölkapjuk az AK-t, fölkapjuk az UMP-t, és együtt megyünk visszafoglalni. Hát Erik az már előbb itt volt, ugye? Nem ment el fegyverekért vadászni. Nincs diffuse kitünk, úgyhogy menni kell mindenképpen. De egy nagyon fontos force-kört hozhatnánk itt CT oldalon. Jax az maxon van életpont szempontjából. Érdemes lesz, hogy a Kozmin még így tud fegyelni, és Jax is nem már. Nem már, hogy ezt lehozzák. Erik el már csak az egyszer. Erik nem találja a Kozmint 7 folyóból, sajnos. Kozmin nagyon olyat húzott azzal a duplával ott az előbb, és nem halt bele a lövésekbe. Úgyhogy full lekó a magyaroktól. De azért itt pislákolt már a remény, hogy egy force kört hozunk esetleg lehozni. És hát a ték egyértelműen kacsavadászatra rendezkedtek be, pénzvadászatra. Hát BTN itt sok embert ellőhet, el is fog. Itt a két Mach 10. A két Mach 10 és az UMP az kegyetlen volt. 7200 dollár. BTN tele van pénzzel a T csapat. És ráadásul nálunk, hogyha most ezt bukjuk ezt a kört, még jobban elhúznak. De nekünk játékosok, most nem kéne feladni fiúk fejben a meccset. Mert értem, hogy elbuktunk egy szoros második pályát, ugye a két csapat megnyerte a másnak a pályáját. Áron kezd a fregelést, majd jön Xelasztal a válasz. Már is 4v4, a bomba az le van dobva. Eléggé messze. Elég tud... Jó, hát ez a körben meg kell, hogy legyen. Jó ütemben néz ki, Nofir Xelasztre. És Kozminél már csak. Kozmin kinéz. Nagyon jól lő Kozmin egyébként az AWP alatt, a többi pályán is megmutatta már, hogy elég jól vágja a spray patternt, a fegyvernek a spray-jét.
hogyan az óra puska. És megvan az első körünk, fontos kör volt, mert ezzel az ötödik körrel most nullára kellett, hogy vásárolja magát az ellenfél csapata. Ajajajaj, de ne agrózunk ennyire be banánba. Nem látom sok értelmét. Tudtuk, hogy még tudnak vásárolni. Egy 36 HP-s Fifi kell, hogy védje B-t. És szerintem meg is fognak indulni a Nexus játékosok egy pop flash után B-re. Így van, be fognak most dobálni és megindulnak B-re. Ez a logikus döntés tőlük. Volt egy entry-jük, meg egy embert elnulloztak. Nem számítanának arra, és nem is történt meg, hogy tovább rotáltak volna a magyarok. Szép fejlővés az AWP-ből Jax-től. És viszont mi leszünk kelemetlen a helyzetben, mert nekünk kell majd vásárolni, hogyha ezt elbukjuk. Ki kéne hozzá ezt a két AK-t amúgy szerintem. Ezt a kettő vénéget én nem szívesen próbálnám meg. Van defuse kitünk, mert nem látom értelmét bevenni. Egyszerűen nincs értelme most szerintem. Kihoztuk volna ezt a két AK-t. Erik tudtam dobni egy M4-et. Ha valakinek, akkor lenne egy vásárolós körünk megint. Három. Tehát egy M4-gyel, két AK-val, mondjuk 5-7-ökkel. Jax kezdi megint az entrizést. Most 3 BB-dünk van egyébként. Volt volt a hop, de hát eddig tartott ez a BB-delem. Erik még itt van, még elgyárt, ő is eltarálják. Srácok, CT oldalon vagyunk Inferron. El kellene kezdeni játszani. Tudom, hogy fáradtak vagyunk, de akkor miért nem beszéltük meg a játékosokkal, hogy mondjuk hónap érettség után letolnátok ezt a pályát, vagy akármi. Ugye két ember a hopból holnap érettségizik, illetve hát már a románok is pihennének. Igazából mind a két csapat, nem azt mondom, hogy nem érekli őket a meccs, de már mindenki nagyon fáradt. Mindenki menne pihenni. Mint mondtam, lenne még mindig Balkán Liga meccs után, de ez az egyértelműen el lett halasztva. Ez a meccs holnap lesz 20 és 21 órakor lejátszva. Ez a BO2-es meccs, most megkaptuk a végleges infót a Balkánliga kapcsán. Tehát mi mondom, hogy a románok lenyomtak ma egy LAN-t, amit megnyertek, lenyomtak a Binary Dragons ellen egy BO2-t, amit megnyertek mindkettőt, és most itt a hoppal megy ez a kiki küzdelem. Megint Echo a magyaroktól, kötelező Echo, nincs pénzünk, Force után ugye. Bésztek, és ennek a pont betámadnak a ték B-re, amikor a bésztekünk elkezd átmozogni ára. Hát igen. Ilyenkor inkább az van, hogy az első gondolata jó, egyrészt, másrészt meg az, hogy már eldöntöttük, hogy valamit csinálunk, akkor azt vigyük végig, ahogy lehet. Nofri is megjött egy P250-el, nincsen kerülő, de azért lenézi hátra, jön valaki hátba. És szerintem ez a 4 frag, ez 2 másodpercen belül történt meg. Osztottunk is sebzést, de nem tudtunk embereket előni. Rengeteg sok pénzzel rendelkezik a T-csapat. Szegény Fifi nem tud fregelni.
Nem itt rajta múl egyébként, mert a többiek is 2 és 3 fegyel rendelkeznek maximum 7 kör alatt. Míg románok hasonlóképpen elosztják egymás közt a fregeket. 5 darab M4H1, ellenfélnél pedig, ami csak a csövön kifért. Te bolóval, tessen, kisten, heggel, nagy kevú, AK, AVP. Áron az egy nagyon szép one-way smoke. Nem tudom, hogy most ő dobta, vagy az ellenfél tette azt oda, de nagyon szépen el tudta lőni az ellenfél játékosát, ez egy fontos entry volt. Jó kis agresszív védelem a magyaroktól. És akkor vissza lehet váltani a defenzívbe, ugye szépen el lehet bújni, sunyulni egy kicsikét, sutyulni. Jön be a moló Erikre, kiugrik és elakad háromba, szegény. Legalább áron vissza tud fregelni, ez vigasztalhatja Eriket. De erre legközelebb figyelni kell, mert tényleg fáradtak lehetnek. Erre figyelni kell legközelebb, hogy tehát hogyha a társat kimolózzák, akkor hagyom, előrébb lépek, hogy azzal is védjem, vissza tudjak lőni, hogyha... Mert nyilvánvaló volt, hogy amint bedobták a molót, rá fognak tartani Erikre egy olyan szögben, amikor átugrik. Akkor mindentől kezdve, hogy egy kicsit előrébb lép áron, akkor valószínűleg vissza tud egyből fregelni, és időkérés a magyaroktól. Időkérés, mert fejetlenség van, és kell a taktikai időkérés. Nem hiszem, hogy hosszabb lenne 3 percnél egyébként. Elvilegben a holnapi mérkőzés is lesz kasztolva, az, hogy melyik, azt még nem tudom, mert így, mint mondtam, az elkövetkező napokban, hetekben nagyon sok. Nagyon sok. Magyar érdekeltségű meccs lesz, amit tudunk, adunk nektek természetesen. Csak hát ilyen betegségek, meg stb. 10. a e-sport egy és a magyar e-sport egy közös kasztergárdáját, és így nem mindig jönnek össze a kasztok. Tehát innen is jobbulást kívánok Metmeznek, meg ugye rendezvények voltak most hétvégén, de reméljük, hogy a jövő hétennél már egy kicsit jobb lesz, és minden, ami érdekes, el tudunk nektek hozni Cségóban is, nem csak FIFA-ban és League of Legends-ben. De az ez durva, hogy tehát, srácok, gondolj bele, ez a meccs már 7-kor el kellett volna, hogy kezdődjön. 7 órakor. Ez végül ki lett írva, utána 19:45-re. Akkor a Binary ellen nem fejezte be a Nexus a meccsét. Lett 20 óra 30 perc. És eljutottunk arra a szintre, hogy sok tökölés miatt így itt vagyunk. Sok időkérés, sok várakozás, sok stb. Sok technikai probléma a románoknál. És ez egy 7-1. És közelgünk ahhoz a bizonyos nemzeti 8-1-hez, hogy nem lenne jó kapni egy román csapattól most itt a Secen. Szóval, hogy milyen szépen kezdtük, hát lehoztuk az ellenfél pályát, Cobblestone-t, utána vezettünk trénen, de az sajnos nem tudtuk befejezni a meccset, és elbuktuk a hosszabbítást. Na, Fifi most visszafregál. Egy kis nullos és fordul is elhúli. Az igen, Fifi. Az a gyönyörű szép tripla. Ez kell. Akár az AVP-t is el lehetne hozni Fifi a társaknak. Nofir itt maradt án. Jól tette. Xelót lőtt el. De Nofir nullos kell neki a segítség, és jön már BT-n a bombával. Kap egy kisebb lövést. Bombát le tudja elrakni BT-n. Itt egy füst, a molót is tartogatja egy kicsikét. 10 másodperc van, haladni kell, kidobja most a molót a füst mögé. És kiszorítja ezzel a magyarokat, és égnek! Égtek egy kicsit a magyarok.
HP-t, ilyen füstön keresztül kap elég sok lövést. Jó ütemben jön be Fifi, pont amikor elfordul BTN. Fifi 4K. És megúsztuk azt a 8-1-et. Akár vissza is jöhetünk 8-7-re, de az lehet akkor sokat akarok. Egy nyugodt, rátartós kör a terroristáktól. Nem sietik el a dolgot egyáltalán. Rátartanak, hát ha kinéznek a magyar fiúk. De most nem nagyon agrózunk ki se házba, se középen, se banánba. Szépen letartjuk de lehet a csapatát. Nyilván kapcsol a Nexus, hogy akkor itt nekik kell meghozni az első lépést a kör megindításának érdekében. Hát 35 másodperc, azért már lassan meg kéne indulni Nexusosoknak, mondjuk mi ráérünk. És amint nem az első kontakt, tudhatjuk, hogy ez egy A-kör, így van. Most a B védelem már akár jöhetne is, hát halljuk, látjuk, hogy mennyi gránát. És tudjuk, hogy mennyi trap. Így van, halljuk a trapokat és a lövésekedből is. Már lehet tudni, hogy ilyen játékos van közel hozzánk. Ketten bújunk homokban. Ez jó is lehet, sőt jó is. Még egymás védeni. Elszámolta magát a Nexus. És már ilyen elég elkapkodott molókat és füstöket dobáltak be itt A környékén, ami még némelyik még őket is akadályozta. Úgyhogy újabb kört hoz. Na hopp. De még mindig van pénz Nexus oldalon. Sőt, még ezután is lesz pénz Nexus oldalon. És nem előrünk abba a pontba, hogyha rakosgatnak bombákat, annyi pénzt kapnak, mint az állat. Óha. Eltűnt. BTN megint a játékból. Megint kifagyott egy román. Kifagyott egy román. Mikor történt a kifagyás? Még a fregelés előtt vagy után, mert akkor lehet, hogy... Lehet kérni... Nem kérnek időt. Nem kérnek... Mi? És itt van BTN a játékban. Tehát az egyik magyar játékos, Erik, kapott 300 dollárt, mert BTN ugye kiesett a játékból öngyilkosság a titulált folyamat miatt, és visszajött, és itt van a játékban, és ott futkározik egy Glockkal. Jó, most már felszedte a földről az AK-t, de ez mi? Ez lehetséges? Ilyet lehet? Mert nem mintha ez jobban járt volna vele, vagy akármi, de most eljövök kilépne valaki, mondjuk Jack, és visszajönne. Jax visszajönne. Akkor lenne full HP-n, vagy így. Ez mi volt? Hát én még ezt nem láttam. Nincs kevója, de van egy AK-ja, attól függetlenül. Hát mindegy. Jönnek be a románok B-re. Nézzük BTN, hogy tudom, hogy csinál, lerakja a bombát. SX-el pedig kipucolja a szádat, ahogy csak lehet. És ez is sima B-kör a románoktól, és bevitték ezt. Hát ez érdekes volt ebben a forrában, nem mint hogy bármi szabálytalan dolog lett volna benne, de szerintem BTN is meglepődött, hogy miben fogyott tudott játszani. Magyarok természetesen ráforszolnak, UMP Mach 7, No Fear, már többször is forgatta a Mach 7-est egyébként.
erős heg. BT-n is SX jól beszívták azt. Várok meg a folytás, hogy erre nincsen. Egymást ötik a románok konkrétan. Egymást pörkölték meg hátról az AK-kkal. Hát nem szomorkodunk ilyenkor természetesen. Kaptak egy kis ingyen sebzést. Ilyen makétnél, meg UMP-s körnél. Ez nekünk csak öröm. Most ez egy nagyon jó megmozdulás itt Árontól. Hátba került, megvan középről egy ember. Benéz banánba, és látta, hogy mennyien vannak ott. Mert ugye jó, ez a tökéletes info számunkra. Nagyon-nagyon jó, nagyon jó info. Tudjuk, hogy B a kör fixen, középre az elett lőve. Nofir által bejön a B támadás. Fifire számítanak-e? Hát nem rá, de a C-ről érkező Erikre. Igen, Fifi és B-dől folytathatják. Jax-et el kéne még kullatni, hogy Nofir már mert hát ő még nagyon messze van. Jax elvi BZT-t, és ez egy probléma lehet, mert Rofir egy makéttel kell, hogy közel fusson, ahol milyen gyorsan csak tud. Kinéz! Jax, Nofir kitolja kell, hogy próbálkozzon. Hát az AK földön, ez elvi Nofir. Ez így van, tehát ez egyértelmű volt, és keresi az AWP-t Nofir, hogy hol lehet. De inkább leszedi a bombát, és hozza az AK-t. Az is jó egyébként. Látjuk, hogy Nofiron nem fog annyira a késő jóra, meg a hosszú várakozás. De hát, már közelünk éjfélhez. Úgyhogy már mindegy két csapat olyan hibákat fog elkövetni. És az a csapat fog kb. Nyerni ezen a mérkőzésen, aki szó szerint, aki kevesebb hibát követi el, mert... Ó, de szép Nofir. Jó meglátás, de megjött Xelo házból. Visszafoglalást meg lehetne próbálni a Scython, úgy látta, hogy esettel esetne diffuse kit. Na, lássuk ezeket a... Ó, Fifi. Szép frag. Meg van neki SX. Lássuk, van itt diffuse kit. Jönnek be a CT-k. Maradék két játékosunk. El tudunk-e ott stisszolni? A tűz mellett nem tudunk egyelőre. BTN-nel harcoltunk, nem tudjuk őt előni. És nincs diffuse kit. Jó, rosszul láttam, rosszul emlékeztem. Románok kivárják természetesen, így nem lehet már lesz, de a bombát. Fifi pedig menekül az AK-val, de menekülni sem tud sajnos. Hú, erős ez a román tét. Inferron. Nagyon-nagyon fáradunk, és nem is szeretnék hibákat kiemelni. Nem egyik oldalról sem, inkább a szép megmozdulásokat például. Például a Nexus játékosának, nem tudom pontosan ki volt az, de kiugrott R-ként, és azonnal el tudta lőni a rövides játékosunkat, és az ilyeneket ebben nincs, mert hát fáradtság az van bőven. Össze Áron megint szépen kitolt a házat, és lőtt egy nagyon fontos entry-t. Szeretett magának egy AK-t, de BZT is tud fregelni. BT-nél már nem tud elbérni, de... Oh, Fifi! Fifi! Fifi, Fifi, Fifi! A Dezivel prezentálta, hogy azt a minden így, Fifi. Ott a 3K a Deziből, és egy forcolt körből. Jövünk fel az ötödik körünkre. Hát Fifi-től óriási volt az a 3K Dezi. Gyönyörű szép. Gyönyörű szép. Legyen meg az a 9-6, mert azzal egyébként már lehet valamit kezdeni itt oldalon. Meg hát akár is nézzük, ahogy a Nexusosok hoznak 9 kört T-be,
és még 6-ot CT-be, épp úgy hozhatunk mi is 10 kört T-be. Tehát ugyanaz megtörténhet. Hú, Fifi. Fifi, ez nem volt simi. Átámadásra állnak a románok. Most nem totajáznak, úgy látom. Nem bedobálnak és mennek, nyilván mondjuk ezt a füstöt még szerintem megvárják. Dára fognak bemenni határozottan. Egy ember csak benéz banánba. Betartani azt. De ennek átámadásnak kell lennie. El van foglalva a ház, övéké ház. 58-nál járnál az időzítő. Így van, banános ember is megérkezik. Jacksnél van, meg Kozminál is füst. Szépen lassan jönnek. Számítunk erre. Hopp, jönnek a gránátok, és most már tudjuk, hát a BV-dők is. Hát ezt kell védekedni egyértelműen. Két ember ott van a házba, bomba is esett, erről mehet is az info. Jó, nót jött meg a pitől használat, de még milyen jó. Mindjárt a hosszú embert is ellődi. Nem, csak elnullozza, BZT-t befejezi. Az a 6-9, akár nem is rossz ezen az új Inferron. Inkább CT-n a map továbbra is. De lehet hozni T-ben. Talán jobban, mint a régi Inferno-t. Jó, sokkal jobban lehet hozni. Szerintem T-ben. Hát meglátjuk. Az elején egy kicsit beállottunk, hogy ezt láthatjátok. Három kör után egy nyert kör, majd megint egy bukott kör. Aztán utána eléggé szép kis egyfajta sport minta indult meg. A magyarok részéről. Hát tartsuk meg. Tartsuk meg ezt, amit az előbb elkezdtünk. Hello. Azt mondta, hogy hello. Pisztolykörben. Kéne rá két válasz. SX-szer nem tud szerencsére fregelni. 3v3, de már itt van CT-n. Már úgy értem, hogy ott volt CT-n BT-en. De nem tudjuk lerakni a bombát, mert Xelo letolt a közepet és védi. Váltogat, de milyen jól teszi, hogy ilyen kényszermozgásokat csinál. Miénk a bombi. Vihetjük hárman közösen. Kéz a kézben. L-ára. Jó döntés egyébként szerintem a fiútól ez az A. Jobb mint a B, de már Jax az itt jön. Tolja le B-t. És hopp, nincs ott senki. Mi már ott vagyunk röviden, kéz a kézben. Nézzétek meg milyen cuki. Libasorban egymás mögött. Mentünk be ára. Kidobjuk a füstöt. Még zavaronat áll még azt a decoy gránátot. És ki lehetne dobni azt a csali gránátot. Jackson házból. Tartjuk-e házat? Hogy ne tartanánk házat? Mindenhogy tartunk mindent. Tökéletes. USP-vel, Glock-kal, mindennel. Jacksonnek nincs diffuse-kéke, és már feje sincs, mert előtte azt Eric egy váratlan pozícióból. Elsőkör a miénk. Most ne fussunk bele butaságokba. Na felébredtünk, románok meg kicsit beállultak, ennek örüljünk. Megérdemelne egyébként a hopp ezt a meccset. Sokkal szebben játsz. Oké, és a Nexus most milyen fáradt, meg milyen ügyesek, meg papíról jobbak, meg mit tudom én, de ez most senkit nem érdekel. Xelo megint rosszalkodik. Nem kéne hagyni. Nem kéne hagyni, meg SX-et sem. Mondjuk tudjuk, hogy két emberük van CT-n, úgyhogy lehet menni szépen ára. De itt van még mindig Jax. A-házban. Fiúk, A-házat nem pucoltuk ki. Tartsuk le. Fifi. Meg van az info. Amint Nofri lerakta a bombát, kinézett házra. És elkezdte lőni Jax-et. BZT pedig befejezte a másik két embert. 9-8. Full Echo a Nexusnál. Na tehát mint amit elkezdtem mondani, hogy ügyesen játszanak a románok. Szeretjük őket, aranyosak, stb. De hát azért a hopa szebben játszik szerintem ezen a meccsen. Sokkal összeszedettebbek. Az egyéni megmozdulások is, és a csapat megmozdulások is. Volt pár szerencsétlen körük, amit nyilván a Nexus jó időben ragadott meg. Meg hát a csoposok is pont a legrosszabbkor hibáztak. Ez benne van a játékban, benne van a pakliba. Ettől függetlenül jó játék, és megint Xelo ugyanazt bejátsza. Kinéz,
Dezi fejlesztés, ez már, ezek a Dezi entrik, ezek már felérnek azzal a 3K-val, amit Fifi lőtt a banánba. B-támadás, egyértelmű B-támadás magyaroktól, nem tizomázzuk túl terelésekkel, meg ilyen dolgokkal bedobáltunk füstökkel. Van még két molónk, meg két füstünk, kizárhatjuk majd az átjövő CT-ket. Ugye, Cobblestone és Trainer is bebizonyították a Necrosz játékosok, hogy nem lehet őket félváról venni, se pisztolykörben, se force körben, mert simára tudják hozni ezeket. Erik egy dupla, jönnek be többiek. Építőről. Na, egy freget kaptak, többet nem. Bocsánat, ebből a szituációból összesen a körből kettőt kaptak, ugye Xelo a legelején egy bődületes dezi fejjel kezdett. És akkor az első fegyveres kör a második fél időben. Új, de szép megmozdulás, fiúk. Hát ilyen késői órákon ilyet még tudunk, hogy egy ember átugrik, hogy elővessük az ellenfél játékosát és BZT-re ránéz HVP-vel. Hát srácok, hát erről beszélek. Az ilyen szép megmozdulásokról beszélek, hogy megérdemeljük ezt a meccset. Nyerjük már meg. Ha már itt vagyunk, nyerjük meg. Szépen. Egy ember van B-n. Vegyük észre, hogy... Hát még nem tudjuk észrevenni, nem derítünk sem erre se. De entry volt B-n. Legjobb esetben, vagy a legrosszabb esetben is két emberre találkozunk ott maximum. És akkor csak két át záró lenne. És most osztja meg a védelmét. A Nexus. És így van, B-t választjuk, ha már ott volt az entry. Ilyenkor ugye most mehetünk A-ra, ahol legrosszabb esetben találkozunk három emberrel, legjobb esetben kettővel, vagy mehetünk B-re, ahol a legjobb esetben találkozunk egy emberrel, legrosszabb esetben pedig kettővel. Olyan nem történne meg, hogy kettő rátalál. De megyünk, meg is van SX-e. Itt van már építen egyébként, nagyon-nagyon közel BTN, de fél HP-n. Lemegy a bomba, van 30 másodpercünk védekezni ugye. Azért 30-szer, ugye 40 másodperc kell a bomba lerobbanásához. És ha nincsen diffuse kit a CT-knél, ezért ha 30 másodpercig tudjuk védeni a bombát, utána már mindenképpen felrobban, mert 10 másodperc kell a hatásszállító készlet nélküli bomba hatástalanításhoz. Aki esetleg nem tudná ezt egyébként, hisz vannak olyan emberek itt, én tudom, hogy vannak olyan nézőink, akik most csatlakoznak be ilyen közvetítésekben, mert nem tudják, hogy van, nem tudják, hogy mi ez, nem, lehet nem is ismerik a játékot, de érdekli őket az, hogy hogyan teljesítenek a magyar csíj csapatok. Mint ahogy megnézzék sokkal, mint amit mondtam, hogy a Győri Etónak a női kézilabda csapata megnyerte a spoiler, megnyerte a Bajnokok Ligáját, és néznek az emberek kézilabdát. De az ilyen fontos meccseket megnézik, és ilyenkor érdemes elmondani néha, hogy igen, vannak ilyen mély dolgok ebbe a játékba, hogy ebbe bele kell gondolni. Na fiúk, 10-9 átvettük a vezetést. Ez pozitív. Force kör. Nem lett force kör végül a CT-től. Azt hittem, hogyha kimentik ezt a 2M4 ágyat, hogy ráforszolnak. De nem vállalták be a famaszokat meg az ilyeneket. Nekünk ez csak jó, mert elbukhatják a 2M4 ágyat, hogyha be tudunk menni BZT, fél HP-s. Az a hag. Az a hag, de közel volt Xelohoz. Hárman vannak án. Oda nézzetek, mit csinálnak a románok. Komolyan visszamennek ára. Kijönnek B-ről és bemennek ára. Fú, ez így veszélyes lehet egyébként számunkra. De lássuk, hogy veszük az akadályt. No fear. Jó sok életponttal. Kőkemény egyel kell, hogy további jobban harcoljon. És menjünk át B-re. Naj, de szép döntés, fiúk.
Betereltünk ára, fregeltünk át, bemegyünk B-re, és még mindig ott vannak a terelő emberek, még mindig itt vagyunk, még mindig dobálunk, és így van, a lecárt és nagyobb, ott marad, és még 4 HP-ra lelövik hoz mint. No fear. És közel megy a bomba. Szépen B-re. Elhelyeztük azt, ahova kell. És hát a CT-k meg így... rotyogó. Xelo. Itt van Dezivel. Majdnem előtt Áront. Egyébként egy nagy szerencsénk is volt ebbe a körben, ugye. No fear 1 HP-n. Áron 2 HP-n. Erik 24 HP-n. Kozmin 4 HP-n, úgyhogy... ez a Love HP-sok köre. Kicsit ellépünk. Ezt kihoznak a CT-k egy AK-t, meg egy M4-1-et. Érthető okból nem mentünk vadászni rájuk, hogy elvegyük a két fegyvert, hogy mi bukjuk el a sajátjainkat. Nekünk többet ért az, hogy sok fegyverünk maradjon. De hogy elvegyük azt a kis értéket az ellenféltől. Mert igazából, ha most ezt a kört elbukják, akkor megint úgyis ekóznia kell a CT-knek. Tehát szerencsére akkorát nem nyertek vele. Nyilván mérvadó ez a két vásárlás, és látjuk azt, hogy Kozmin és BTN tök sok pénzzel rendelkeznek. Az akkor lehet fájó, hogy mondjuk ezt a kör a CD-k lehozzák, és Kozmin és BTN megint túlélik. Két emberek tudnak dobni, akár még AVP-t is. Úgyhogy az lenne a szerencsétlenebb végkimenetele ennek a körnek. Úgyhogy ezt akadályozunk meg, és pufancsuk le mindenkit nem esetszerűséggel. Egy kicsit agresszívabb támadás, ott nincs bent senki, sajnos Áron felöbb egy heget, és kivolkolunk a füstbe. Áron ki fog jönni a füstből. Még nem, még várakozunk. Áron most kinéz, és meglátták egymást Kozminnak. Jó volt a poplash, de Kozmin időben reagált és eljött onnan. Úgyhogy csak fél HP-ra került Kozmin. És megint beterelünk, és megint átmegyünk B-re. Az igazság, hogy ezt lehet nem eszik meg kétszer a románok, mert már mennek is át B-re. Úgyhogy maradjunk ennél az A-nál, fiúk, maradjunk. No fear megöli saját magát, nem tudom, hogyan csinálta. Szerintem előtték a levegőbe, nyilván előtték a levegőbe, és kiugrott palasz, bőcsánat, A házból. Megmutattuk a bombát B-n, és azon a BZT és Fifi fut vissza A-ra. És csak most érnek vissza site-ra. Kozmin. Rövidet tudja már tartani. Kozmin egyszer. És ennyinél is maradunk. Itt rakja közben a bombát. SX-en bedobál. Xelo még messze van. Az SX-et le kéne nullozni. Nagyon jó a heg. Nagyon jó a moló. SX-el... hiába volt jó a heg és a moló. Egy olyan szöget fel tudott venni SX-en, hogy Fifit ne engedje ki site-ról. 11-10 dalásunk, matekozzunk, ugye. A magyar sportvilág ez így ebből áll, hogy mindig így matekozunk, hogy mi lesz a vége a köröknek, hogy jönnek a gólok, ugye fociban, stb. Kijutunk VB-re, kijutunk EB-re, nem jutunk ki, de hát akkor majd ilyen pótkvalifikáció, meg stb. Lehet-e? Legjobb harmadik leszünk-e? Itt ez egy sors döntő kör lehet, és ez egy nagyon-nagyon fontos entry BZT-től, ugye előtte Xelót, aki egyébként remekelezne a pályán. 18 freggel ő vezeti a frag táblát. A pont táblát nem, ugye ez egy pont táblázat. Akinek több pontja van azon felül, de nem csak fregekből lehet pontot szerezni, bombarakásból, szedésből, assistból, és a többi. Mindenki nagyon jól tudja ezt. Xelónak van a legtöbb lövése itt ezen a meccsen. És ez egy nagyon fontos entry volt, mert ha ezt a kört lehozzuk, ekkor kell a Nexusnak. Mi pedig még továbbra is tele leszünk pénzzel. Láthatjuk azt, hogy egyik Áron és Fifi köszönjük szépen jól vannak. Nofér is még elmegy. Mondjuk szeret maghetezni is. Az AVP-t tüntessük el onnan. Dobjuk el, BZ-t dobd ki a pályáról a te AVP-t, és vedd fel azt, amit van a földön. Hogyha esetleg elbukjuk a kört, ne adjunk két AVP-t indokolatlanul a CT-knek, semmiképpen se. Ez a döntés nem születik meg, úgy látom végül. Inkább a körre koncentrálnak. És annyira a körre koncentrálnak, hogy nem figyelünk arra, hogy a hálóba kerülnek minket.
Egyébben letolt a banánból. És az ember konkrétan esékszel és megéri nekik a kört. 11-11. És mint mondtam, három emberünk, köszönjük szépen, jó vannak pénzekkel. Úgyhogy tudunk dobálni fegyvereket. Lesz 4 átánk legalább. 5 is meg lesz. No fear track 9, így van. Csak 4, jól számoltam. De ez nem egy rossz setup egyébként itt Inferno-n egyáltalán. Tech 9 jó ki lehet használni. Na most kéne a kör, fiú. Nexusnak lesz pénze, hogyha elbukják ezt a kört egyébként. Hát izgalmas végjáték, egy izgalmas mérkőzésen. Az előbb elhúztak 7-1-re a románok. Visszahoztuk, szerencsére. Hát így kell lezárni egy hetet, nem? Vagy már holnap van? Vagy már új hét van? Hát még 5 perc, és... 5 perc is elmondhatják a hobból ketten is, hogy ma megyünk érettségizni. De mi éppen a Nexus-szal cségózunk Délkelet-európai bajnokság nemzetközi csoportkörben. Egy B támadás. Ketten védik B-t. Ugye az nem más, mint Kozmin. Illetve esékszel továbbra is. Jönnek be a gronyók tőlünk. Látsuk, mit most jönnek CT-k. Nem várjuk meg a füst pukkanását. Egyáltalán nem váltuk meg a füstnek a pukkanását. Azaz közérthető nyelven, hogy legyen füst. Befutottunk kvázi füst nélkül. De a bomba legalább lement, ez pozitív. Boostolnak a CT-k. Meglátják-e? Lófit. Hát erre nem számíthatod, hogy fölrakják virágra. Ez ellenfetes Erik. Itt van banánba. Letartják őt. Erik néz. Nem tud sajnos fregelni. De a bomba lement. Két, bocs, ez már a harmadik kör bukva. Zsinór van. Az 3700 dollár. Mennyi? Dehogy is. 3200 dollár fejenként. Mert 2400 a három bukott körért zsinórban, és 800 dollárra rakott bombáért. Úgyhogy kvázi, mint hogyha nyertük volna a kört. Ennek ellenére ekóznunk kell. Egy erős ekó, egy nagy ekó, mondhatjuk így. Tech 9-ekkel, P250-ekkel és kevókkal. Ú, fiúk, nyomjunk egy házrást. Az olyan jó szokott működni. Egy házból kiugrálósat. Most ezt elvolkoljuk itt. És kirobbanhatnánk házból. Van 2 füstünk, azt ki is használhatjuk. Banánt letolják a CT-k. SX-en ebből sok infót tud szerezni. Jó, és már mennek is át ára. Már forgatnak is át a B-védők. 5 védővel fogunk találkozni. Még van egy füstünk, meg 3 flashünk. Na, mit csinálunk? Most kéne várni még egy kicsikét egyébként. Egy kicsit várjunk még, fiú. Nagyon pöppenetnyit. Hogy normalizálják a CT-k. Védelmüket, és újra annyira jönnek ilyen, ahányan kellenének, de nem. Lebukunk, hogy végignek így a rákört. BTN tripládik, lófél jön ki egy popflash-sel, de sajnos nem tud végül fregelni. 13-14 a románoknak. A magyarok viszont most már bőven tudnak mindig vásárolni. Ha bújjuk a kört, akkor 3400 dollárt fogunk kapni. Ha rakunk is bombát, akkor 4200-at. Látom, azért megy a drukkolás cseten. Hát drukkoljunk a magyar fiúknak. Go, go, hop. Jöhet a csetre a spam is akár. Mert nagyon kéne már az egy győzelem a hopnak. Sorozatos veszteségük. Nem csak így a ez a meccsen, hanem úgy alapból megjön a nemzetközi vezőnyben végre egy győzelem. PCT nagyon fontos frag. Kozmin már nagyon pofátlanban nyomta ezt a banán letolást. Tehát amíg engedjük, addig megteheti. Xero ellővi BZT lábát és belehal konkrétan BZT. Van bombájuk, és Áron is meghal, úgyhogy nincsen bombánk. És megint miért nézünk rá? Ott van nálunk a füst, Fifinél ott van flash, moló. Ránézünk egyszerűen Xero-nak az AWP-re, aki fedezi továbbra is a bombát. Kinézzünk, Xero himázik, jön már mögé a társ. Mink a popflash, Fifi, ajajajaj, nem volt jó teljes az a popflash, elvakított a saját magát. És Fifi micsoda dupla itt a végén. Elmérték a románok a szituációt. Fifi elflashelt a saját magát és elnudozott egy embert, és végül kiosztott egy fejest és egy testlövést. Hát ez veszélyes volt, amit Xero alkotott. Nagyon veszélyes volt, amit Xero alkotott. Szép volt, Fifi, ez már nem az első
olyan egyedi megmozdulása a mérkőzésen ebbe a BU3-ban, ami bent tartja a hopot a meccsen. Hát ez most erősen bent tartotta a hopot a meccsen. Most ezt is, viszont kívül ezt is meg kell nyerni, ezt a kört. Ha ezt megnyerjük, akkor a Nexus ekózik, elmehetünk 14-13-ra. Ha elbukjuk, akkor meg a Nexus megy el 14-12-re, vagy 15-12-re inkább, mert nem lesz pénzünk. Hát szoros meccs. 16-13 Cobblestone és 19-17. Után megint csak itt vagyunk fejfej mellett. A terén volt az előző pálya, aki esetleg most csatlakozna vissza a közvetítésbe, és igen, ez még mindig megy. Még mindig megy. Hétkor kezdtünk volna, de ez még mindig pörög. Éjfél után már pár perccel. Bocs, pontosan most van éjfél. Elég nagyot kap. Innen. Átkötőből. Ú, de 3 visszalövi. Nagyon fontos a refrag. És 4v4 nyilván már a téknek kedvez. AVP-vel támadhatunk be B-re. És ez így jó is lesz. Azt el kell lőni. A BZT-től. Nem is inkább hiba. Aztán ott a no zoom BZT-től. A no zoom nem talál. Bocsát, a no... Ja, igen, a zoom nem talál. De a no zoom utána viszont halálpontos az ellenfél játékosára. 3v2, és hát futnak a románok. Nem véletlenül ők is tudják, hogy nem lesz pénzük vásárolni a következő körbe. Lássuk, matekozzunk megint csak. Kimentik ezt a két fegyvert. Jax és Xelu kapnak fejenként 1900 dollárt. Abból nem dobnak semmit. De nekik lesz fegyójuk. BTN megveszi magának, amit csak akar. Neki lesz bőven pénze. SX és Kozmin. Hát, pisztoly és kebó. AVP és M4 ágy mellé, úgyhogy még egy embernek van pénze, három embernek van pénze, biztosan fognak vásárolni. Amúgy nagyon durva, hogy Jax, aki az előző pályákon, ugye, Xei, Jax az előző pályákon nagyon durván nyomta, most szerencsénkre csak 9 freggel kullok, hát a románok nem itt, egy magyarok, szépen nézzetek meg, 14 és 19 fregg között tök szépen arányosan fregelünk, és ott a vásárlás, 2 UMP, 2 M4, egy AVP, erős szett amúgy alapjában véve, de reméljük az utolsó vásárlása, tehát a csapatának, jaj, de szép lett volna az a megmozdulás, nem baj, nem baj, de legalább megvan a fregg, kiugrattuk Xelót, és azonnal reagáltunk rá, Fifi nézett ki, tehát Xelo kapta a segítséget, és egy 2-2-es védelmet alakítanak ki a CT-k, és most kell mennünk ára, azonnal, nyilván ezt nem tudják a srácok, de ez egy jó megérzés lenne, hogyha ára csorognánk, hát eddig általában a románok mindig megtartották az ávédelmet, és max egy embert hagytak bén, vagy pedig egy-egy-kettes védelmet alakítottak ki, hogy mondjuk egy ember két szájt között oda-vissza csúszogott. Most 2-2, igazából tök mindegy, hova megyünk be 4v2-be, csak oldjuk meg. A B-k eddig működtek, úgyhogy legyen az, fiúk. Én bízom bennetek, és főleg ilyen lövés közben bízok a csapatban, hogy le fogja hozni ezt az egész pályát. 14. kör jöhet. Pár egy szükséges kisnak keresztül. Nagyon szép frag Árontól már a második itt. B site-on. És BTN és Jax. UMP és M4-1. Mondi Fuskit, megpróbálják-e 4v2-be? Megpróbálják-e a románok visszahozni a visszahozhatatlant? Hát, Jax, 9 HP-n, BTN elhullik, Jax, szaladsz, szaladhatsz, de már szerintem elit fognak vágni. Így is van már, BZT fut, BZT már futott elé, de Nofir elkapta egy blokkal. Áron 3K-val fejezi be a kört, és srácok, 14-13. Megint vezetünk a meccsen. Ugye mit mondtam? Ahogy a Nexus hozott 9 kört T-be. Épp úgy hozhatunk mi ott 10 kört. Megtörténhet. 8 megvan. Lelássolnak egyébként a CT-k, nem számítunk rá. És nagyon komoly damage-et kapunk be. De szép a visszatudés BZ-től, Nofiltől és Árontól. Már is 4v3, de nincs semmi életünk. Nagyon vigyázzuk rá magunkra.
az M4-ekkel, meg az UMP-kkel szemben, meg ott a CZ is amúgy esik szájánél. Bevállalták, és nagyon jó döntés volt egyébként a Nexus-tól, de mi most jobbak vagyunk ezen a meccsen, jól tudunk reagálni. Kozmin megjött füstön keresztül az UMP-vel, itt van mögött Erik. Erik, két ember lesz mögötte. Oj, de szép Erik, ott egy... Hát a Code4-ben lennénk, akkor erre azt mondanánk, hogy plusz 10. De az már rég elmúlt az időszak. Egy gyönyörű szép, magabiztos dupla. Megvárta, míg egy emberbe fut elé. Hallotta, hogy jön mindjárt a másik is. Megvárta. És ez volt szerintem kegyelendő fés a románoknak. Lekopogom faasztalon, háromszor alulról, bal kézzel. Egy hasonlót hoztak vissza trénen egyébként. Hasonlót. Ugyanígy van scoutjuk, famaszuk, UMP-jük. Ne hagyjuk egyáltalán, ne hagyjuk. Egy nagyon gyors átámadás a fiúktól. Elkaphatjuk már a románokat. Fú, de vakok vagyunk a sok flash-től, nem tudtunk semmit csinálni. Fifi és Áronként, bocsánat, PZT és Fifi kéne, hogy lehozzák végül ezt a kört. PZT-nek nem működik a nózum, sajnos, mint az előbb. És Fifi egy 1v2-ben nem tud semmit csinálni. Ebbe beleszaladtunk nagyon. Nagyon jó popflash-eket kaptunk a románoktól. Jaxnek megvan a 10. frag is. Double digit power. És az a csövön kifér, fiúk. Venni kell. És nincs hián. Nézzük meg. Nullára veszük szinte magunkat. Főleg Erik. De ki van kalkulálva? Mindenkinél van moló, mindenkinél van füst. Még Tech-9 is, meg P250 is befért egy csomó helyre az AK-k mellé, úgyhogy a set szempontjából mi jobban állunk, mint a ték. Vagy bocsánat, a CT-k. Na, Bozmi még kidob egy füstöt. És fel lett boostolva. És rátartunk. Legyünk még hosszabbításra. Egy biztos negyedik pályán nem lesz, srácok. Max hosszabbítás. Hát nagyon durva meccs. Lezárása. Egy nagyon durva lezárás, egy nagyon durva meccsnek. Kegyetlen. Kegyetlen, amit a két csapat most itt prezentál ezen a BO3 összecsapáson. És a B, az a B, ami már nagyon sokszor működött, most megpróbáljuk megint Áron elhullikán. Ez a B most be fog menni. Be kell, hogy menjen. Na lássuk, hogy védenek a CT-t. Jön egy moló. Átmegyünk rajta. Van rá füstünk? Van még rá füstünk. Hozni a full buck, nem volt teljesen jó tőle a fűz, és előjük a B védelmet. Teljesen már átjött BTN, átzár, füstön keresztül lő minket, el is lövi BZT-t, kap egy heget, 19 HP-ból lett 18 HP-ja. Szerencsés BTN, hát utolsó kör biztosan. De minden utolsó kör? A mérkőzés utolsó köre? Vagy pedig a rendes játékidő utolsó köre? És a nyugosszabbításban no fear, 0-20-at, füstbe táncikál a CT-kkel szemben. Szépen tartjuk magunkat, Bonánt is letartjuk, bár nem jön onnan senki, az Erik is lassan tudni fogja. Nofinak egy frag, Nofinak két frag, és itt a vége, kedves nézőink. 16-14-jel befejezzük Infernót. Hát mit mondtam? Hozhatunk 10 kört, nem? Ahogy a Nexus hozott 9-et. Megtörtént, kedves nézőink. Megtörtént. Lehoztuk. Lehoztuk azt a frágakört. GG fiúk, szép volt.